asszonyt, és bizonyára sokan felismerték a Helyi Dunáról Fúja Szél című magyar népe, és annak a variációi, mely a hangzárcsoportokat szépen zeneszóval, szöveg nélkül bemutatták. És azt hiszem, hogy nagyon szerencsés volt ez az indítás ezzel a magyar népdalal, mert a következő percekben a zeneiskola egyházzenei kis kórusa fog szerepelni. Nem véletlenül nevezik kis kórusnak, a létszáma is kicsi, de egyébként a gyerekek életkora is kicsi, tehát ők a legkisebbek az iskolában, és hát őszintén reméli az igazgatóság is, és nincs valamennyien, hogy néhány év múlva egy-egy hangszercsoportnál vagy hangszernél felismerjük majd őket. Magyar gyermekdalokból álló csokorral kezdik a műsorukat, majd pedig egy bim-bam elnevezésű ritmus játék fog életre kelni. A műsor zárószáma, legalábbis az ő műsoruknak a zárószáma, a híres Zeffirelli filmből, a Napfivér Holdnővérből az egy szép dalnak az életre keltése lesz. Mögöttem egy kis rendezés van, hiszen pillanatok múlva érkezik majd a kis kórus a színpadra. Tarnócziné Varga Csenge működik közlet zongorán, és Selmeci Noémi vezényli és tanította be ezeket a kedves gyermekeket. Egyébként ezen a mai műsoron, ezt majd jól fogják látni, nem a szóló produkcióknak a központi helye az itt eltörlendő perceknek a sokasága, hanem kamaracsoportoké és együtteseké. Ez azért is nagyon praktikus, mert többen tudnak szerepelni a záró rendezvényen. Másrészt pedig egyéb produkció számára ez a színpad esetleg túl nagy. Viszont a kamaracsoportoknak a Madách Színház világhírű művészeitől nevezetes és gyönyörű szép épületében éppenséggel ezek a csoportok érzik a legjobban magukat. Hát itt vannak tehát az egyházzenei kiskórusnak a tagjai, akik a következő percekben Selmeci Noémi vezényletével először három magyar gyermekdal, majd pedig egy kis harangozó játékot, és legvégül pedig a híres filmből, az Assisi Szent Ferenc életéről szóló filmből hallunk egy szép részletet.